A gyakorlati képzés a Krúdi sikereinek egyik elsődleges titka. A technikumban a magas színvonalú elméleti oktatás mellett a gyakorlatra különös hangsúlyt fektetnek. Ez a stratégia 2023-ban is bevált, igen sikeres évet zárt az iskola. Országos versenyeken rendkívüli jó helyezéseket értünk el, a szakmai vizsgákban pedig nem csak minőségileg, nem csak mennyiségileg, hanem minőségileg is jó eredmények születtek. 566 szakmai vizsgát bonyolítottunk, 144 érettségi vizsgát, és büszkék vagyunk arra, hogy az újonnan bevezetett interaktív vizsgán is nagyon sikeresen szerepeltek tanítványaink, mind a nappali, mind pedig a felnőtt oktatásban. Talán ennek eredménye az is, hogy idén szeptemberben jött a hír, hogy lehetőséget kaptunk okleveles technikus képzés indítására. Ezt nagyon megtisztelőnek tartjuk, és természetesen nagyon sokat fogunk dolgozni azon, hogy jól működjünk együtt a Széchenyi István Egyetemmel. Eddig is mindig együtt működtünk, és ezt most már szorosabbra fogjuk fűzni, ezt az együttműködést. A tanulás mellett sok-sok program is várta és várja idén is a krúdisokat. Pezseg a diák élet a technikumban, ami nem véletlenül olyan népszerű. A 2023-24-es tanévünk szeptemberben úgy indult, hogy természetesen átgondoltuk a beiskolázásunkat, most is 7 osztálynak hirdettük meg a képzéseinket, nagyon-nagyon nagy az érdeklődés. Iskola marketinges csapatunk sokat dolgozik azon, hogy a Krúdi eredményeit, sikereit eljutassa az általános iskolás szülőkhöz, az általános iskolás diákokhoz, és ennek meg is van az eredménye. A következő hétvégén kerül sor a 8. osztályos felvételire, várjuk a felvételizőket, és sok sikert kívánunk nekik. De itt benne az iskolában nem áll meg az élet, hiszen nagyon-nagyon sok programunk van, fókuszálunk a végzőseinkre is, illetve az alsóbb évfolyamosokra, a pályaorientációs napunkon, amikor is 3 fókuszban fognak zajlani az események, egyetemek jönnek tájékoztatókat tartani, külön kiemelném a Széchenyi István Egyetem képviselőit. A Krúdiban minden osztálytípusban sokszoros a túljelentkezés, érezhetően egyre tudatosabban választanak már iskolát a fiatalok és szüleik. Készülünk a már hagyományjá vált Afrika napra, Afrika hétre, február 1. hetében, sok-sok meglepetéssel, és talán idén, a Covid óta először meg tudjuk valósítani február közepén a Krúdiák projekt estünket, amelyre szeretettel várjuk a szülőket, a diákjainkat, a kollégáinkat és a partnereinket. Ez azért nagyon fontos, mert ezen a projektesten a diákjaink tudják bemutatni azt, hogy a konyhában mi az, amit megtanultak, sütnek, főznek, felszolgálnak, természetesen a szakmai oktatókkal, és a Hello Kids zenekar fogja a talpalávalót játszani. A 2024-es cél legalább megismételni az elmúlt esztendő kiemelkedő sikereit, illetve továbbra is olyan környezetet biztosítani a Krúdiba járók számára, ahová nap mint nap széles mosolyjal és motiváltan lépnek be a fiatalok.